Sziasztok! Üdvözlöm mindenkit újra a csatornámon! A mai videó az egy gyors tipp lesz tulajdonképpen, meg fogom nektek mutatni azt, hogy hogyan tudjátok eltüntetni a szem alatti karikánkat. Reggelente, gyorsan, pár perc alatt. Attól függően, hogy sötétebb vagy világosabb karikákról van szó, meg fogom mutatni, hogy milyen termékek azok, amik használhatóak az eltüntetésükre. Abszolút megfizethető termékeket fogok nektek mutatni, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem! Most tehát első lépés az alapozó, ma az Avon Extra Lasting folyékony alapozóját fogom használni, ebből is a Nude szín. Ez egyébként egy nagyon jó minőségű alapozó, erről még soha nem beszéltem a videóimban, viszont az Avontól már több alapozót is próbáltam, és nekem ez lett a kedvencem. Nem fényesedik ki az arcomon, és nem tűnik el az orrom körül sem, mert nálam az szokott lenni sokszor probléma, hogy eltűnik az alapozó, mivel rengeteget folyom az orromon. Lealapozom a szemem körüli területet is, mert ez fogja megadni az alapot tulajdonképpen a korrektornak. Tehát most van rajtam egy réteg alapozó, és akkor most következik a szem körüli karikánk eltüntetése. Tehát többféle terméket is tudunk használni, illetve többféle formátumú terméket úgymond. Vannak ugye a folyékony korrektorok, mint például ez a Bourjois Healthy Mix korrektor. Ezt nagyon szeretem egyébként, jó fedése van, többféle színvariációban van, az ára is megfizethető, úgyhogy ezért választottam már ezt a folyékony korrektort. Tehát akinek nincsenek mondjuk nagyon sötét karikái, például ma nekem nem olyan rossz a helyzet egyébként, akkor például csak ezt szoktam felvinni a szemem alá. Hogyha viszont igazán sötét karikák vannak, akkor először egy krém korrektor palettához nyúlok. Ezt a Catrice All Around korrektor palettát szoktam használni, mert ebben többféle szín van. Mindenki megtalálja a bőr tónusának megfelelő színt, illetve ugye van benne a zöld szín, ami a pirosságot tünteti el, ez a narancssárgás szín, amit pedig ma használni fogok, ez pedig a sötét karikák eltüntetésére tökéletesen használható. Egy picit nagyon intenzív narancssárga színe van, ezért szoktam mixelni ezzel, és úgy nagyon szép halvány narancssárgás színt tudok kapni, de nyilván attól függ ki, hogy érzi kinek mennyire sötétek a karikái itt a szeme alatti területen. Attól függően lehet vastagabban felvinni a szemre. Hogyha ezt a narancssárgás korrektort használom, akkor mindig ezt a hengeres pici ecsetet szoktam használni hozzá, mert ezzel elég pontosan lehet dolgozni. Csak oda viszem fel a terméket, ahol konkrétan a karikák vannak, tehát erre a területre, semmiféleképpen nem az egész szemem alá. Belemártom az ecsetemet a narancssárga színbe, utána pedig egy icipici ebbe a második legsötétebb színű korrektorba. Felviszem először a belső szemzugba, onnan pedig egy picit lehozom ide egészen csak arra a vonalra, ahol a karikák megtalálhatók, és nagyon óvatosan eldolgozom. Most csak az egyik szememet fogom megcsinálni, hogy lássatok a különbséget a két szem között. Ha még úgy gondolom, hogy ez kevés ez a fedés, akkor még egy nagyon picit felveszek a narancssárgából, és akkor még egy icipicit nagyon apró, óvatos mozdulatokkal, onnan pedig lehozom magára a karikákra tulajdonképpen. Ha ez megvan, akkor következik ennek az elfedésére, úgymond a hagyományos korrektor, ugye vagy a krém, vagy a folyékony korrektor. Amikor ebből a palettából választom a két szín közül azt, amelyik éppen jobban passzol az alapozom színéhez, ha ezt választom, akkor ezt mindig az ujjammal dolgozom el a szemem alatt, nagyon picikét kell felvinni belőle, mivel az apróbb ilyen mimikai ráncokba akár bele is ülhet, hogyha sokat viszünk fel. Tehát nagyon picikét csak éppen beleérintem az ujjamat és felütögetem a gyűrűs ujjammal, szépen eldolgozom, vagy pedig a folyékony korrektort használom, felpöttyözöm a szemem alá, ahogy egyébként már a többi videómban is láthattátok, hogy hogyan használom a folyékony korrektort. Ennek az eldolgozására vagy az ujjacskámat szoktam választani, vagy ezt az ecsetemet, amit már többször mutattam nektek. Ez egy sima Rose Cosmetics ecset, körülbelül 500 forintba kerül, viszont nagyon jó kis formája van a korrektor eldolgozására, tökéletes. Vagy pedig a sminkszivacsomnak a hegyes részét használom, mert azzal is szuper jól el lehet dolgozni. Ma ezt fogom használni, csak beütözöm.
nagyon apró ütögető mozdulatokkal bedolgozni a belső szemzugba, a szempilla vonal alatti területre, illetve az egész szem alatti részre. Lehozom ide az orrom tövéig is egy picit. Utolsó lépésként pedig puderre fixálom. A fixálásra szeretek egy picit ilyen sárgásabb beütésű pudert választani, de van, amikor csak simán az arcpuderemmel, hogyha ilyen világosabb árnyalatot használok, azzal fixálom. Ma a Lovely Sculpting Puder Trio-ból fogom ezt a középső szint használni, és felviszem nagyon apró, szintén ilyen kis ütögető mozdulatokkal a szem alatti területre, illetve a szemhéjamra is felszoktam vinni a maradékot, ami az ecsetelmen marad. És hát remélem valamennyire látható a különbség a két szem között. Ennyi lett volna már a videó, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!